be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! Hello! Ismét találkozunk, és egészségesek vagyunk. Bizony. De látod az összefüggést a kettő közt? Ez jó! Igen. Ez most már ilyen, mintha előad, egészségesek vagyunk, mindannyian koncentráljuk, mindenki jól van. Leküzdöttél valami kort, azért mondod? Igen, igen, épp mondtam nektek most így a szünetben, hogy átmentem az influenzán. Hát egy nap azért kellett hozzá, de nem nyomtam az ágyat, hála a jó Istennek. Munkaképes maradtam, illetve hát nem vagyok benne biztos, hogy az influenza volt, vagy az a kérdés, hogy melyik válfaja volt az influenzának. Mik voltak a tünetek? Igyekezett engem ledönteni. Hát torokfájással ébredtem, egy pici fejfájás, hát ez a gyengesség érzés, de délelőtte szűnik, és estére, másnap reggel, hogy éjszaka visszatér, érdekes volt. És egy, hát két éjszaka volt, de nem volt érdekes láz. Tudom, ti átmentetek már ezen az influenza? Igen, hőemelkedéssel. Konkrét lázzal nem, de komoly hőemelkedéssel. Hát igen. egy hónap, egy hetet, egy kemény hetet kiestem. Ebből látszik, igen, hogy sajnos. Nagyon hiányoztál, látod, hogy egy hónapnak éreztem. A mi kamránkban sajnos nem volt elegendő csicsóka, és ezzel nem tudtam felvenni a harcot ilyen eredményesen. Egyébként azt gondolom, hogy az egészséges szervezet nem mindig arról ismerhető meg, hogy sohasem beteg, hanem hogy milyen a lefolyása egy kórnak is, és igyekszünk minél hamarabb gyógyulni. De hát jó, hogy mondod, aki például most nem lett influenzás, az egész jobban táplálkozik, és jobb nem az immunrendszere, vagy egyszerűen csak szerencsés, és lehet, hogy úgy úszta meg, mint hogy más beleesett a véletlenszerűen. Elkerültem. Aha. Van ilyen. Lehet, hogy az immunrendszere is erősebb, mert ez alkati kérdés is, és táplálkozási életmód kérdés is. Tehát vannak alkatilag erősebb immunrendszerű emberek, ugye ez függ a anyateljes táplálástól kezdve a bélflórától, de hát nyilván nem állítom azt, hogy mindenkinek csak a táplálkozástól függne az egészsége, ez mástól is függ. De most például magamon is teszteltem ezeket a fokhagymás gyömbéres dolgokat, és abszolút működött, és jó volt, és gyorsan hatott. Itt ad a kis varázs koktél oda? Igen, muszáj volt. Reszeltem egy kis tormát, azért még pluszban, tehát... Még ahhoz a koktélhoz tettél egy kis tormát? Hát nem úgy egybe, de úgy máskor vettem tormát. Azt ugye eszegette a tormát. Amikor azt reszeljük, akkor azért a légzőszervek azért működnek. Azt akartam mondani, hogy nincs olyan megfázás, ami nem jön ki a torma reszelésnél, mert bokáig sírott el a konyhát. Hát a hagyma ugyanilló az arcüreget. Mert a táplálkozáskor az arcüregünket nem mindig fertőtlenítjük ki, ugye a táplálék az felszívódik, de amikor valamit beszívunk, hagyma, torma, akkor az egész arcüreget átfertőtleníti. Ez fontos. Na, Gábor, kezdjük el akkor a témát, mert hogy 2-3 héttel ezelőtt olvastam egy cikket, és ezt átküldtem neked, és azt gondolná az ember tényleg, hogy már bármihez nyúlunk, valójában minden tartalmaz némi veszélyforrás, de amikor te frissen facsar gyümölcslevet adsz a gyereknek, ugye? És most itt nem a dobozos levekről beszélünk, meg nem azok gyümölcslevekről, amikor aromát kevernek hozzá, meg sűrítményből készül, meg rá van írva egy 100%, aztán közben nem az, hanem te a két kis puha kezecskéddel kicsavarod neki a grapefruitot, meg a narancsot, ha megteheted, hogy megveszed a gyereknek, odaadod neki. Olvastam egy két, hát mondjam, három oldalas cikket arról, kevésbé tudok jobban ártani a gyereknek, kis tudással nyilván, nem így volt ez kimond ebben a cikkben, de elolvastam és ezt éreztem, mint hogyha ugye hát frissen facsar gyümölcslevet adnék neki. És aztán innentől kezdve a fogakra való hatás, a rostok kiszedése, az oxidációs folyamatok felgyorsítása, a székrekedés, a káros savtartalom. Te tele volt a cikk olyannal, hogy elolvasod, fogod a narancsot, elbúcsúzol tőle, kidobod, és azt mondod a gyereknek, hogy jó, apa, megennék. Megszabadultunk az összes méregtől. Itt egy rút kolbász, menjél játszani, és szólja anyádnak, hogy főzön neked valami finomat. Tehát megdöbbentő. Ez ilyenkor lobby, vagy valaki elolvasott két, nem tudom, milyen elixír magazint, és tényleg megvilágosodott, és azt gondolta, hogy önhatalmulag ír egy cikket? Hogy van ez? Nem értem. Szerintem valami ilyesmi. Divat lett ellentmondani sok mindennek, amit az emberek fogyasztanak. Ez önmagában nem baj, csak az a cikk, amit átküldtél, tehát egyszerűen nem volt szakmai alapja. Szakmai nevekre, dietetikusokra, külföldi szakértőkre hivatkoznak. Hát sajnos ez egy áltudomány, tehát felhasználta szakemberek véleményét az általa kigondolt tézis igazolására. Sajnos ezt elkövethetik az emberek, egyes irányzatok, itt is ez történt. Tehát, hogyha mondjuk te azt mondod, hogy igazoljam, bizonyítsam be mondjuk valaminek a fontosságát, akkor én tudok szerezni neked 10 olyan cikket, hogy az emberek el fognak ájulni, hogy ez mennyire igaz. De én egyoldalúan nem élhetek a szakirodalomokkal. Aha. Tehát visszatérve a gyümölcslé kérdésre,
az, hogy széktekedést okozna a gyümölcsé. Na, mindjárt átveszünk pontosan. Tehát lefordulok a székre, amikor ezt olvastam. Érdekes dolgokat ír egyébként, nem? Igen. Hát a gyümölcssavak, tehát a rostokra helyezi a hangsúlyt, ha nincs benne rost, ami szerintem így nem igaz. Azért, mert szabad szemmel nem látunk frissen préselt gyümölcslében hatalmas nagy rostokat, mint egy búzakorban például ilyen nagyságúakat. Attól még mikrorostos szerkezetek vannak benne bőven. A tükrösre szűrt almalé esetében azt mondom, hogy a vércukorszintet megdobja, a fokozatot ronthatja, de egy házilag facsart, vagy olyan helyen készült ilyen bag-in-box rendszerű almalé, amit lehet kapni, ilyen csapos, biztos láttatok már, igazán rost, ott van az alján, rengeteg rost összegyűlik, hazai alma levek, pasztőrözött, ezek fantasztikusak. A gyümölcs savak, hát aki reggel már fogyasztott mondjuk éjgyomóra egy pohár narancslevet, vagy citromlevet, az szerintem egy 15 percen belül megy a mellékhelyiségbe, tehát szó nincs. A gyümölcssavak megfacsarják a gyomrot, összehúzódik, és megindítja a perisztaltikát. Na nézzük akkor, hogy mit ír a cikk, és hát szedjük akkor darabokra, mert érdekes dolgokat ír. Azt írja, hogy a tápanyagot vesztett gyümölcslevek, például ha ezt gyakori fogyasztással veszük, veszélyezteti az immunrendszer megfelelő működését, és növelheti a gyulladásos bélbetegségeket. Például, most nem tudom, hogy a tápanyagot vesztett gyümölcslétől egyből miért leszek bélbeteg egyébként. De mitől veszél a tápanyagot? Hát, hogy kevesebb benne a tápanyag, kockázatok között írja például ezt, az első pont. Igen, tehát a hír nem igaz. Olyan szempontból, hogy amikor gyümölcslevet készítek gyümölcsből, akkor sűrített élelmiszer jön létre, vagyis a vitamin tartalma nagyobb lesz az egységnyi tömegű lének, sárgarépalének, almalének, egységnyi tömegű rostos gyümölcsnek. Most azt írja például, hogy amikor gyümölcslevet készítünk, akkor kiveszük a rostokat. Kiveszük a rostokat, ezáltal nem, hogy egészséges dolgokat viszünk be, mert ugye sokan csinálják, hogy kifacsarják a narancsot, de csak a levét adják oda a gyereknek, a rostokat mondjuk beledobod a szemetesből, teljesen mindegy, és hogy ezáltal, hogy kiveszed a rostot, még csak nem hogy segítesz, hanem pontosan ártasz, mert hogy székrekedést okozol elő ezzel, vagy székrekedést okozol, és ártasz a gyereknek, ha kiveszed belőle a rostot. Az biztos, hogy a lényeréskor a rostok egy részét elöntjük, a durva nagy rostok egy részét elöntjük, ez igaz. Ezért valóban nem javasoljuk állandóan a lékészítést, mert a drága jó rostokot elvesznek, mellesleg van, aki lefagyasztja, és felhasználja egy jó zapkásához, vagy valamilyen reggelizéshez, ez felhasználható később, tehát nem érdemes ezt eldobni, de szó nincs székrekedésről, szó hogyha nincs immungyengülésről. Hogyha egy mixerrel, mondjuk egy kézi mixerrel ezt feldarabolom, és utána belekeverem a gyümölcslébe, akkor... Így van. Akkor így van, csak itt az a kérdés merül, hogy akkor minek kellett ugye lényerést alkalmazni, hogyha végül mind a két részt ugye felhasználom. Egyébként ennek az az oka, hogy van, aki töményebben szeretne C-vitamin. Mert hiában nagyon nehéz meginni azért. Hát még szerintem a gyerek könnyebben megbirkózik, mint egy pohár narancslében, ez is adsz neki egy narancsot, savanyú, hosszú ideig tart, rágni kell, fehér rész van benne, kiköpi, fog egy pohár narancslevet, megissza, azt maximum visszakevered hozzá rostot. Tehát szerintem kicsi gyerekeknél ez abszolút. A lényeg, hogy ne evés után ígyuk a gyümölcslevet, mert akkor beerjeszthet, evés előtt egy 30 perccel isszuk, immunvédő hatása van. A frissen préselt gyümölcslének, ugye a lébőjtöknél ezt alkalmazzák, ez egy régi természetgyógyászati elv, a lébőjtök, a zöldség és gyümölcslevek. Hát azért megmondom őszintén, hogy ezt is megtámadták, hát ezen csodálkoztam. Azt írja, hogy a narancs és a citrom savtartalma az abszolút tönkreteszi a gyomrot, és fájdalmat okoz, rosszul létet okoz. Tehát tényleg olyan, mintha valaki felbérelte volna a cikkíróját, hogy semmisítsük meg azokat, akik gyümölcslevet isznek, elolvasod, és tényleg élni nincs tovább kedven. Hát azért az nem egyenlő a gyomorsabban található savval, mert ő a sósav. Ennek igen, a pH-ja magasabb, nem? Így van. Viszont tény, hogy akinek refluxbetegsége van, vagy gyenge a gyomra, esetleg fekély kezdemények vannak a gyomorban, nyilván a szakma nem ajánlja a friss citromlé, narancslé, grapefruitlé adását. Itt is azért megosztik a vélemény, mert van, akinek citromlé beválik, mert U-vitamin van benne, ami fekély ellenes vitamin, nem is kevés. Ilyen az uborkában, paradicsomban, citromban rengeteg U-vitamin van. Tény és való, hogy nem mindenki ihatja, de általában ilyet mondani, hogy ez nem jó, mert tönkreteszi. Egyébként a fogászok, a fogorvosok nyilván mondják, és ennek helyet tudok adni, hogyha valaki megivott egy pohár frissen préselt gyümölcslevet, akkor utána, hogyha elkezdi sikálni a fogát, akkor a fogzománc valóban károsodhat, ez tény. Viszont jó tudni, az emberi szájüregben működik egy öblítő program,
Tehát amikor az ember ilyen savanyút iszik, nem véletlen, hogy valaki a citromra gondolt, ti most nem gondoltok a citromra, ugye? Én már igen. Tehát nem, akkor a nyálműködésünk elindul. Most megmérnénk ennek a nyálnak a pH-ját, ez egy semleges, nyilván gyengén lúgos kémhatás. Magyarul a savanyú gyümölcsök után a szájüreg beindít egy öblítő mosó programot egy semleges, gyengén lúgos nyállal, ezáltal lemossa a fogakról a savat, tehát utána 10-15 perccel már helyreáll a pH a szájban, de amikor megittok utána közvetlenül, valóban nem mosunk fogat. De kifejezetten olyan sav erózió, amitől riogatnak, hogy hát tönkre fog menni a fog, ez csak akkor jön létre, hogyha valaki egész nap ilyet iszogat, ettől óva intek mindenkit, és ilyen szempontból ugye annyiban helyt adnék a cikk egy részének, hogy aki egész nap iszogat almalevet, citruslevet, narancslevet, ezt nem ajánljuk, hanem legyen a nap folyamán egy vagy két olyan időpont, amikor ezt elfogyasztjuk, és kész. Uh-huh. Azt írja aztán ez a cikk, hogy felszabadul a cukor, és hogy hány gram cukor van két deci gyümölcslében, túl sok, mert ha beleharapnánk, akkor más fajta cukor szabadul fel, mint amikor ugye hát kifacsarjuk, és ez sem jó, mert hogy szétzilálja nem az immunrendszerünket, hanem ugye az inzulin háztartásunkat. És hogyha egészben megesszük, máshogy szabadul föl a fruktóz, mint amikor kifacsarjuk, kvázi egészségesebb lenne egyben megenni. Ez igaz. A rostok miatt van ez, hiszen ha hiányoznak azok a pektinek, amiket ugye elöntünk a légkészítéskor, akkor a vércukorszint gyorsabban növekszik, viszont a gyümölcsökben van gyümölcscukor, és nem csak szőlőcukor, ezért lassabban nő a vércukorszint, mint a cukorfogyasztás során. Annyira ettől sem félünk. De való igaz, hogy ahogy korábban is veletek beszéltük, hogy a tiszta vízfogyasztás javasolt, időnként gyümölcslevet is fogyasztunk. Cukorbetegséget vagy ilyen problémákat ez igazából nem okoz, de való igaz, hogy fajlakosan nagyobb mennyiségű cukor van benne, amelynek egy része gyümölcscukor. És ez káros? Tehát, hogyha a gyerek ezt minden megissza, akkor... Szerintem nem. Nem káros. Tehát én örülnék, hogyha minden gyerek a nap folyamán meginna egy pohár frissen préselt narancslevet, erről ne beszéljük le a gyereket. A mai üdítők világában ez nagyon nagy hiba volna részünkről. Csak a szülő készüljön fel arra, hogy utána közvetlenül ugye nem mosunk fogat, de ettől beteg senki nem lesz, azt gondolom. Azt írja, hogy egy friss tanulmány bebizonyította, hogy azok, akik gyümölcsöt ettek, kevésbé voltak kitéve kettes típusú diabétesznek azokkal szemben, akik gyümölcslevet ittak. Miután a juice fogyasztók egy része rászokott a gyümölcs evésre, 7%-kal csökken náluk a betegség kialakulásának kockázata. Tehát kvázi tulajdonképpen, ha minden nap iszik a gyerek, akkor én kiteszem annak, hogy ő cukorbeteg legyen, mint inkább egészben enné meg az almát. Nem. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az naponta mondjuk 2 liter gyümölcslevet kéne meginni. Aha. Másrészt a cukorbetegséget nem a cukorfogyasztás okozza önmagában, ugye ez régóta ismert, hanem a zsíros, fehérjedús ételek, és azok után elfogyasztott édes sütemény, tehát maga a cukorfogyasztás. Hát hány ember van az országban, aki óriási mennyiségű cukrot fogyaszt, és soha nem lesz cukorbeteg? Jani, tudsz ilyet? Nem tudom, kiről beszéltek. Nem erre gondoltam, de nem egyértelmű. Tehát ez megint egy olyan statisztika, ami nekem furcsa, hogy mindent és mindennek az ellenkezőjét igazolni lehet. Én vigyázni szoktam a statisztikákkal, nem is hallottak a számból túl sok statisztikát igazából. Nem, egyébként tényleg nem. Szóval, hogy ettől nem lesz cukorbeteg a gyerek, nem, sőt. Azt gondolom, hogy nem. Na most, amikor a családban van diabéteses nagyszülő vagy szülő, akkor azért azt mondom, hogy jó vele vigyázni, mert valószínű örökölte a hajlamot a gyermek, az unoka. Természetes, hogy ahol a családban van diabétesz, egyes vagy kettes típusú diabétesz, ott nyilván nem fogok adni a gyereknek szűrt almalevet napi 1 literes mennyiségben. Tehát így értsetek, amit mondok, de cukorbetegséget kifejezetten ez nem okoz. Azt írja, hogy a gyümölcslevek magas savtartalmuk lévén ugyanolyan veszélyt jelentenek, mint a cukros üdítők a gyerek fogazatára. Ez a lehet, hogy valami üdítőgyár szponzorálta ezt a cikket egyébként, nagyon, nem? Nagyon úgy tűnik már lassan. És a cikk konklúziója, 1 liter cukros kóla minden nap, gyerekek, konlexálse. De tényleg, ugyanolyan kockázatot rejt, mint a szénsavas üdítő italok. Ez pont azért nem igaz, amit mondtam, hogy a gyümölcsökben olyan aromák, olyan gyümölcs természetes szerves savak vannak, amik nincsenek benne az egyéb szénsavas cukrozott italokban, amelyek révén a szervezet érzékeli a természetes savakat, és megtermeli a lugosító nyálat, de igazából más üdítőknél ez nem mindig igaz. Ráadásul nincs bennük szénsav, és ne felejtsük el, hogy a szénsav és az intenzív foszforsav elég maró hatású azért a fogakra, de ez nincs benne, ezek nincsenek benne igazán a gyümölcslevekben. És egy utolsó, hogy amikor egészben eszük, erre lehet, hogy már félig meddig reagáltál, akkor a nyál megkezdi azok feldolgozását,
mármint ugye az egészben megevett zöldség gyümölcs feldolgozását, az étel áthalad az emésztési folyamat minden lépcsőfokán, a folyadék azonban kikerüli annak egyes állomásait, így nem aktiválják a jó lakottság érzését, kvázi, tehát éhesebbek leszünk, vagyis elhízunk a gyümölcslevet iszunk. Nem rossz. Azért, ha megnézzük a gyümölcslevnek a kalóriatartalmát, azért látjuk, hogy elég magas. Tehát azért vigyázzon az, aki gyümölcslevet fogyaszt a napi étrendje mellé, mert valóban ezzel akár napi 500 kilokalóriát is fölvehet. A gyümölcsökben vannak természetes cukrok, ugye senki nem mondta, hogy nincsenek. A gyümölcslevekben koncentráltan vannak cukrok és szerves savak. Tehát aki mondjuk úgy fogyasztja a gyümölcsleveket, hogy a napi 1500-2000 kalóriás étrend mellé, ott a gyümölcslé már lehet, hogy hízlalhat. Ez tényleg furcsa. Ugyanakkor a gyümölcslének lehet egy zsírmobilizáló hatása is, ami miatt ezt lehet, hogy gátolja. Tehát én nem láttam egyébként embereket meghízni gyümölcsléttől még. Viszont a kérdésfelvetés azért jó, mert itt merül fel, hogy miért fogyasztjuk a gyümölcsöket inkább mondjuk a kása mellé. Tehát lehet, hogy szerencsésebb, mondjuk most hoztam nektek ilyen zabkását karosszkrémmel, és hogyha ezt egy pici, amikor már hűl ki a zab és keményedik, szilárdul, akkor egy pici narancslével megduzzasztom, akkor a zab megvédi teljesen a gyomrot például. Hm. Ez nem azt jelenti, hogy önmagában fogyasztva narancslé nem jó, de például így fogyasztva teljesen védelmet nyújt. És mi van azokkal a felnőttekkel, akik megveszik ezeket a dobozos 5 litereseket, és még megisztak 1,5 litert? Azzal a bevitt gyümölcs cukor felszívódik, vagy az már káros cukormennyiségnek számít? Nyilván nem ugyanaz, hát mint a finomított cukor. Nem szoktunk ennyit inni, akkor már inkább együnk almát, illetve most például tavasszal azért én magam is fogok végezni egy ilyen légúrát. És nem félek attól, hogy az valami veszélyt jelent a szervezetre, de minden nap én nem fogyasztanék ki egy másfél liter. Ez olyan kirakodott nyomot tényleg, egy pohár, egy óra múlva megiszom még egy pohárral, tehát egy 3-5 literes kiszerelésekben vannak ezek a különböző gyártóktól kapható kis dobozos üdítők, hát ez úgy csúszik, nem? Lecsúszik. A gyümölcsöknél azért alapszabály, hogy nyers formában fogyasztjuk el őket, azért ez tény. A pektinek és a pufferolorostok miatt a zöldséglevek viszont kifejezetten jók, egy sárgarépa, cékla, amiről beszéltünk korábban, a paradicsomlével is ugye vigyázunk, de betegséget ezek így nem okoznak. Hogy mindig legyen otthon elég. Igen, kalória értékében azért vigyázzunk, mert bizony megközelíti a cukros üdítőket, de a felszívódása lassabb, a glikémiás indexe alacsonyabb egy gyümölcslének. Tehát jobb azért a fruktóz. Mindenképpen jobb. Tehát jó fölhívni a figyelmet arra, hogy ebből sem iszunk litereket, ennek is van hátránya. A cikk egy kicsit túlmegy a határon, és fölhasználja a szakemberek adatait arra, hogy lebeszéljen, megijesszen. Ezt nem szabad. Hát jó, örülök, hogy azért ezt cáfoltuk. Tehát tényleg a rovat végét jelentette volna, ha azt mondta, hogy gyerekek. Hát gyerekek, ez van tényleg, senki már gyümölcslevet se. Ugye? Tehát ott és olvasd el, hogy kiírta a cikket, Tóth Gábor. Én nem szeretném. És fontos a rostos. A rostos gyümölcs, tényleg nem a szűrt, mert a mikrorostos szerkezet révén azok a kis pektin mikrorostok, azok azért védenek. Persze. Na jól van. Jó, megnyugodtunk akkor. Mit reggeliztél, Gábor? Én most azt ettem, amit hoztam is nektek, kitűnő karobkrém, remélem, hogy íz lett, egy kis vaníliás, fahéjas kis kókuszsírral készült, hogy kenehető állományú legyen, és zabkásával, rizstejszínnel készült zabkása, és igazi jó erdélyi székelyföldről származó hecsedlilekvára 100%-osan hoztam. Bízom benne, hogy a népszerűség indexe magas lesz számomra. És mindezt a tiszai vegyi kombinátból származó műanyag tálcát állat. Nem ezek papírtálcák voltak. Igen, azért jó vastartalom növelésére, nem? Igen, a gyermekben. Feri is megkóstolta, bár úgy emlékezem, azt mondtad, hogy talán minden nap nem ennél. Hát nem minden nap, egyszer jó volt, köszönjük szépen. A múlt heti sós az nálam nagyon bejött, én nem bírom ezt az édeset reggel megenni. A karóporból készült ilyen csoki krémen az zseniális, de ez az zab, gyerekek, ezt a kis találta. Óriási kaja, imádom. Tényleg óriási volt, imádom. Se íze, se bűze, még a hecsedlélek vár. Harapjá mellé kolbászt. Ha lett volna, ha hozott, ha vagy, de hülye volt, nem hoztam. Szeljél mellé sok ízlelőrendszerében már olyan tompulásokat elérhet. Biztos lehetsz az én ízlelőrendszerembe, hogy az olyan működik? Tompa, hogy mint az állat, nagyon jó, így ahogy van. Nincs füstizott, már nem csúszik le semmi. Érdekes, azért nem sokan szaladtak oda az asztalhoz, nem úgy, mint amikor én hozok reggel. Itt Zsül is nyugodtan üldögélt itt, hogy zab van kint, tehát hogy nem indult meg. Jó, de Zsülnek 6 kola esett a vércukra, és nem tud fölállni. Nem, de jó kezek. Biztosan nekem ízvilágában kicsit tompa. De. És mit szólnál egy fokhagymás tökmakrémhez jövő héten? Nagyszerű lenne. Kis füstölt gabonakolbászt. Gábor, nem bonyolítsd. Hozzá kóbászt. Mit is mondtál? Erőlködsz, ha vágjál le egy fél disznót, hozzá neki kóbászt. Nem vág, mert ahhoz nem ért, nem szereti, nem csinálja, majd azt én megcsinálom. Hozzá itt vagyok én.
hozok akkor valami sósat jövő héten, ami erőset. Nem, kettők az édeset szeretik, én megoldom magamtól, köszönöm. Hozzad ezzel, hozzá nekünk, mi mindennek örülünk. Én nem akarok Ferinek szomorúságot okozni. Nem okoztál szomorúságot, megkérdezted, hogy milyen volt, elmondtam, hogy a karobkrém az jó volt, nekem ez a zab túra, amit te itt nyomsz, az nekem egy kicsit kevésé, tehát ingerszegény környezetet jelent számomra a zab, a múlt heti jó volt, azt is elmondtam. És mi volt a múlt héten? Mit hoztál múlt héten? Egy ilyen valami sós... Zakuszkás. Ja, az a zakuszkás. Afrikás paradicsomos krém volt. Viszont egy kis tormás mustot, vörös mustot hoztam neked. És azt nagyon köszönöm, mert azt jövő imád. De akkor jövő héten hozzá valami erős sósat, mondjuk a növény Norbit izzadtam. De ő növényi. Ládáskul, ugye? Szerinted véletlenül. Feri nem fogja megérni, mert növényi. Az nem lesz jó. Jól van, Gábor. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim! Ez a Morning Show a Klassz FM-en.